Sziasztok! Ez egy különleges videó, legalábbis az én részemről, ugyanis egyszerre bemutató videó is, meg egy kicsit búcsú is abban az értelemben, hogy én elkészültem ezzel az autóval, az én szerény, legjobb tudásom szerint, és úgy gondolom, hogy el szeretném adni ezt az autót. De egy kicsit 4 éve van nálam, és azt gondolom, hogy nagyon erős érzelmi kötődéseim vannak vele kapcsolatban. Most persze mondhatnátok, hogy akkor miért adom el. Úgy gondolom, hogy egy új projekt, egy új kihívás az, ami engem ebben a kérdésben érdekel. Ettől még ez az érzelmi kötöttség és kötődés abszolút megvan. 4 éve van nálam ez az autó, és nagyjából itt az Edition Losses csapatában több mint 1 éve autózgatok vele. És hát Ádámtól, Évától is kezdhetném, eleve attól, hogy a pick-up mit jelent nekem, és hogy én ugye 54 éves vagyok, tanár, ember, igazgató egy ideje, de hogy emlékszem arra, hogy gyerekkoromban is valamiképpen a földút, valamiképpen az úttalan úthoz való viszony milyen volt nekem, hogy Simpsonnal is mindig oda mentünk, hogy aztán építettünk ilyen 250-es jávákat, pannoniákat, és akkor a Monoki Crosspályára kimentünk. Valamiképpen a szabadságot jelentette, a szabadságot a legjobb értelemben. Mondom, egy kicsit messziről kezdem, csak azért, hogy értsétek, hogy miért, például, én például miért pick-upot választottam, és miért ilyen ez az autó, amilyen. A szabadság nagyon sokféleképpen megnyilvánulhat. Az egyik megnyilvánulása az, hogy fogod, és akkor lekanyarodsz az útról. Jobbra vagy balra, ott, ahol nincs. Tudom, hogy ezt nem szabad, abban az értelemben, hogy nem mész le egy mezőre, ma már, vagy nem mész csak úgy a fejed iránt, hanem a kijelölt helyeken, de mégis a földút az egy olyan, az nem egy ilyen sima, elkent, elúthengerelt valami, hanem egy grázósabb, egy különlegesebb dolog. Az, ahol ami a természetben van, ami természet közeli, ahol vannak ilyen gyönyörű gazok és növények, és ahol bányák vannak, mint ahol most is vagyunk. Azért is hoztam ide ezt az autót, mert úgy gondoltam, hogy itt lesz a legjobb nektek bemutatni, meg egyben el is búcsúzni tőle. Tehát, hogy nekem mindig volt ehhez kötődésem. Én ilyen nagyon természetszerető, tisztelő ember vagyok, de nem vagyok zöld, vagy nem vagyok sötétzöld, ilyen világos zöld vagyok, nádzöld, mint az én kis autóm. És azt hiszem, hogy ez egyfajta életérzés is, ami ebben a szabadság nimbusza benne van. A szabadság és munka. Olyan fura, hogy ezt mondom, egy pick-up az olyan, mint egy jó munkatárs, mint egy jó munkás ember, amiben tudod, hogy lemehetsz az útról, tudod, hogy választhatod ezt a, dönthetsz szabadon, hogy elmehetsz vele, de tudod, hogy ezt megteheted úgy is, hogyha van rajta 5 mázsa. Egy nagyon különleges jármű azoknak, akik ezt szeretik. Nyilván van egy nagyon erős funkcionalitása. Tehát a horgász, vadász, émász, ahogy viccesen szoktuk mondani kultúrában, tehát ahol be kell menni egy émászlíniára, ahol el kell menni a vadetetőhöz, ahol el kell menni egy horgászhelyre. A legjobb társ a pick-up, és a társ ez a szó legnemesebb értelmében. Nekem 4 éve van meg ez az autó, nagyon-nagyon sok örömet okozott nekem. És ott azt is mondom, hogy kicsit megváltoztatta az életemet. Hiszen elkezdtem vele törődni, elkezdtem építgetni, elkezdtem, ne tudjátok meg, mit összekerestem egyes részeit, amíg összeállt esztétikailag. Nekem volt egy olyan szándékom, és ezt Lórinak meséltem is, és bátran vállalom, hogy csinálok egy olyan autót ebből a D22-es formából, ami a legszebb lesz a Pinteresten. Nem, ez nem egy Pinterest reklám most, csak egyszerűen azt gondolom, hogy nagyon sok esztétikus dolog van ott fönt, bármilyen témában nyugodtan érdemes keresni, és tanácsokat találhatott az ember. És ott van egy olyan srácnak, meg egy lengyel fiúnak is nagyon szép D22-ese, és én úgy gondoltam, hogy ők a jó példa, és hogy oda. Aztán megnéztem az összes kivitelt, tudtam, hogy kell nekem tetőkorlát a tetejére, ami a hardbody kivitelben van, tudtam, hogy milyen fellépőt akarok, hogy nem az egyenest, hanem amit szintén ezt a dolgot. És ezekre vártam hosszú ideig, tudtam, hogy milyen bukókeretet szeretném. Némelyikre éveket vártam, bármilyen nevetséges, és nem a nagy pénz miatt, hanem hogy bejön Angliából egy törött,
amikor a bontóba meg tudom venni azt a bizonyos tetőkorlátot, amit rajta láttok az autón. Tehát amikor egy autó olyan, hogy a festése, a színei, hogy harmóniát sugároz, erőt. Ennek a D22-esnek egyébként ez a kis Bumfordi Vizió formája a lámpáival engem mindig megfogott. Azt gondolom, hogy egyéniség. Ez a fajta tervezés egyfajta egyéniséget rejt magában. Ez a fajta japán motor is szerintem. Sok mindent cseréltünk benne az elmúlt 4 évben, de mindig nagyon jól szolgált az autó. És ez, a cserék az főleg olyan dolgok voltak, ami nem a motorral kapcsolatos, hanem inkább a felfüggesztése és egyebekkel, hiszen használva volt az autó, használva volt terepen is. Elképesztő, akik ismeritek a csatornát, láttátok, hogy milyen gyönyörűen tud menni ez az autó a Lóri V6-osával, vagy a Jancsikának a V8-osával egyetemben. Rendkívül magas autókkal. Rendkívül nehéz körülmények között. Olyan élményt nyújt, hogy én azt gondolom, hogy én köszönettel tartozom ennek az egész történetnek. És mondom, én már nem azt a offroadot vártam, hogy tetőre álljak, nem tudom én hol. Nyilván értitek, hogy egy meglett ember vagyok, 3 gyerekes családapa. Én ezt a kisebb, kedves élményeket vártam, a közösségi autózást, a közösségi túraautózást, A-ból B-be való olyan eljutást, ami egyébként nem a szokványos módon történik. És persze egy-két kihívást, és egy-két challenge-t, és egy kicsi adrenalint is. És ezt mindent kaptam tőle. Higgyétek el, hogy mindenen össze-vissza lamentáltam, bölcsészként jelzem, egy hosszú filmet mondhatnék arról, hogy én mennyire vagyok amatőr. Amennyire csak lehetséges. És mennyire vagyok lelkes és optimista, szintén amennyire csak lehetséges, és nem magamat akarom fényezni, az autó viszonylatában beszélek erről. Tehát 2017-ben került hozzám az autó, most 3,5-4 éve, és amit láttok, arra nagyjából mind magam jöttem rá, hogy mit kellene csinálni vele, hogy hogyan kellene. Ugye ez nagyjából két része bomlik, az egyik az esztétika, a másik pedig ugye a funkcionális része. Azt tudtam, hogy ugye Raptor festékkel szeretném lefestetni, ebben egészen biztos voltam. És mert hogy akkor már ugye én azt utána nézegettem, hogy ez mennyivel karcálóbb és mennyivel erősebb, mint egy normál autólak, és azóta azért úgy gondolom, hogy ez kicsit el is terjedt, és egyre fontosabb az, hogy az ember, hogyha kimegy a természetbe, akkor ne nagyon sérüljön az autó. És ez egy 6013-as Raptor, ez egy nád zöldnek nevezett. Nekem ez a horgászat nagyon fontos, erről egy korábbi videóban már esett szó, és így kapta ezt a gyönyörű... Hát ez már lassan 4 éve, 3 éve van rajta. Nézzétek meg, én úgy gondolom, hogy kiválóan bírja. Tehát a 3 év az egy elég jó teszt. Egy intervallum ahhoz, hogy ez bizonyított ez a festés. Tudtam, hogy egy ilyen ívet szeretnék, és most az esztétikáról egy kicsit... ugye gajtörő elég nehéz eset volt, mert hogy ez a 80-as gajtörő, kisebbek vannak, ez rávaló, ugye hardbody-ra való, ugye onnét létező gajtörő, de kevés jön be az országba. Pont a kedves csapattársunk keresi hónapok óta, szerencsém volt, ugye meglett ez a gajtörő, és tudtam, hogy ezt az ívet szeretném leírni, hogy a gajtörő, a tetőkorlát és a bukókeret az egy alkosson egy ilyen nagyon szép ívet, persze nyilván ennek a snorker is a része, és tudtam, hogy ez pontosan, hogy az elejének és a végének egyforma vasonnak kell lennie, és ugye ez pedig az eredeti tetőkorlát, ami egy kicsit kisebb, de ez pontosan így harmonikus és esztétikus. Ahogy mondtam nektek, ezek nagyon lassan lettek meg, külön vettem meg, talán erre vártam a legtöbbet. Nagyon kevés van ebből a típusból. Nagyon sokan gyártanak bukókeretet, nagyon sokfélét, kis cégek, nagy cégek, gyári, ilyen-olyan, amolyan nehéz eltalálni az igazán szépet és jót. Nagyon örülök neki, hogy végül aztán nekem, legalábbis én úgy gondolom, úgy vélem, hogy sikerült ezt így megtenni. Nyilván a snorker az valamiképpen olyan kis embléma, annak a védjegye egy autón, hogy igen, picit így jelzed a világ felé, hogy te ezzel az autóval akár
gázlomérsékben és mindenféle dologban is ott vagy, amire szükségeltetik. Nyilván azt gondolom, ez fontos volt. Tehát, hogy snorkel, gajtörő, aztán a tetőlámpa, a LED híd, a fellépő. És ott, amikor én vettem, volt rajta egy 35-ös kerék. Ez most 33-as, 35-ös volt, képzeljétek el, brutális kerék volt. Teljesen fel volt a torziós rugó tekerve, koppig, így állt az autó. Egy csodálatos kerék volt rajta, egy Thompson, egy Mikey Thompson, vagy Mickey Thompson, nem tudom, hogy helyesen mondani. De hogy egy kicsit túl nagy volt, tehát nem ez a fajta, kicsit azt érezted, hogy nagy az autóhoz. Tehát ahhoz kellett volna még emelés, vagy kellett volna még olyan valamiféle robosztus dolgot tenni, vagy body lift, vagy nem tudom micsoda, vagy még sávidő szélesítés, hogy az autó így 35-ös kerékkel nagyon jól mutasson. És utána jött ezeken a felniken, ezeket a felniket, egyszerű lemez felniket imádom. Jöttek ugye az STT Pro-k. Láttatok, már csináltunk gumis videót. Én úgy gondolom, hogy ez már nekem rajta van egy ideje. Nem tudom pontosan, mennyit ment az autó. Én mindenhol ezt az autót használom. Tehát színházba, öltönnyakkendőbe, horgászatba, sárba, dagonya kellős közepén én nekem ez van. Ezzel megyek, és a gumik még mindig jól bírják. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ennek a Cooper esik a választása, akkor az egy nagyon szerencsés választás. Nagyon akartam egy olyan ülést, az államokban is nagy divat, meg egy csomó helyen, hogy az ember ugyanúgy, mint ahogy az autót változtatja az egyéniségek megfelelően ugyanúgy üléshúzatot, kárpitot változtat, tehát akár mindent is, mert hogy miért ne? Én csináltattam egy üléshúzatot, aminek egy ilyen kevert bőr, oliva oldala van, és aminek azt hiszem egy Mercedes Vito, vagy Sprinternek a régi kis szövet belseje van. Én nagyon szeretem, nagyon kényelmes, és nagyon szép lett. Egy ilyen van benne mindösszesen az autóban. Én gondolom, hogy igazán illik az autóhoz. Egy kicsit sötétebb zöld, kicsit olivásabb, mint ez a 613-as. Ugye tettünk bele egy rugó 8-ast, hátra egy kicsit a műszakiról is beszéljünk, egy 125-öst, ugye Lóri, azt hiszem? Azt hiszem, igen. Igen, ami viszonylag jól megemelte az autót, nem volt már ez a dőlése az autónak, amikor megkapta. A kupereket meg nyilván meg van emelve elől is a torzióval. A teljes eleje ki van cserélve, most e pillanatban segédirányítókar, összekötők, talpasok, nagyon sok minden volt cserélve az autón. Hát mondom, ami eszembe jut, teljesség igénye nélkül, alvázvédelemtől kezdve, én mindent megcsináltattam ezen a kocsin, amit csak tudtam. Én úgy gondolom, hogy és egy kicsit az eladásról is, hogyha valaki ezt megveszi, akkor rendkívül jó szolgálatot fog neki tenni, és tényleg lengéscsillapítótól, gátlókig jut eszembe, tényleg egy koppanásmentes, tényleg olyan módon feszesen egybe lévő autót kap. 36 000 kilométer van az autó, mert nyilván ezt majd egy hirdetésben leírom. Valahogy erre most nincs kedvem beszélni, hát ez olyan egy ilyen szomorú része a történetnek, de hát persze azért is csinálom, hogy bemutassam így is, úgy is az autót. Tehát, hogy én nagyon sokat törődtem vele, nem akarom ezt forintosítani. Szerintem ennek nincs értelme. Lesz egy eladási ára, egy vételi ára, amit valaki vagy megad érte, vagy nem. Nem gondolom, hogy azt hiszem, hogy ezt most el kéne mondanom, vagy benne lesz, gondolom, a hirdetésbe. Inkább azokat mondom még, ami eszembe jut, hogy milyen sokat jelent az, hogy le van vágva egy sávvédő szélesítés. Milyen sokat jelent, hogy a fekete, ugye nálunk a csapatban volt egy ilyen kis szállóige, hogy a matt fekete az új króm. Ezt talán Lóri használta először, de aztán mi is átvettük szépen, és hogy mennyire illik például a terepjáróhoz az ilyen kétszínű matt dolog. Tehát gondoljatok bele, oké, megcsinálják a csillogó, villogó autókat, tehát az nem igazán idevaló, az nem a kóró mellé, nem a
a haszonföldre, nem a kultúra mellé, nem az erdőbe, nem a vízpartra, nem a dagonyába. Dagonyába, és ezekben valószínűleg egy kicsit jobban illik bele ez. Ezt mondom, ez csak az én esztétikai véleményem. És valahogy látjuk is a jeleit az új pick-upokon, hogy jön vissza, egy kicsit vesznek vissza a krómból, egy kicsit vesznek vissza a színekből, és akkor egy kicsit ez a fajta hangulat, amit mi így próbálunk megalkotni, ez megjelenik már ott is. Hát persze, a sperbe ki lett cserélve az olaj, minden szíj ki lett cserélve, ettől tartok, ezt mondanom sem kell, akkor, amikor én ezt az autót vettem. Nem rohad, nem csörög, nem kopog. 2005-ös autó egyébként. Tettem bele egy kapaszkodót belülre, egy ilyen Jeep kapaszkodót, ezt a vaddisznó kapaszkodót, ez nagyon cuki, de pont arra jó, hogy meg lehessen fogni, van benne egyéb irány, egy kis dűlésszögmérő, amire azért nem mondom, hogy volt már pillanat, amikor rátekintettem az elmúlt egy év során. Tehát létezett az a pillanat a egy-két rettenetben, amikor ránéztem, hogy hogy is állunk. És ott is egy-két feketét átfújtam, hogy a szürke-fekete kombináció és az olivazzöld jobban kijöjjön az autó belsején. Én úgy gondolom, hogy most ez így nagyon egyben van. Gyönyörűen fut. Ja, csináltattam egy kipufogót, ami oldalt jön ki, én szerettem, hogyha van egy kis hangja az autónak. Ugye ez egy 2.5-ös dízelmotor, nem egy nagy motor, de ez nagyon szépen röfög. A kedves csatornán feliratkozók mindig meg is jegyzik, hogy milyen jól röfög az autó. Tehát van egy ilyen kis, egybeállt, mostan állt össze ez a történet. Én azt gondolom, hogy már több mindent nem akarnék vele csinálni. Nagyon jól használható, nagyon sok mindent. Hát figyelj, autópályaszállítvára nem lehet menni ezekkel a gumikkal, ezt 120 megfogja ebben az értelemben, de én nem is, nekem nem is erre kell, és én nyilván, hogyha ha Miskolctól Pestre kellene járnom, akkor nem ezzel az autóval mennék, hogy nem így élném az életemet, de az autó nem erre való. Ez tehát a búcsú is, itt az ágvezető mellől, ami tök jót tett sokszor, amikor a fiammal is mentem, és tényleg egy kicsit megtolja a zöld lombokat. És tényleg van egyfajta érzelmesség ebben, ne értsétek félre, az ember nagyon sok energiát, szeretetet, kötődést tett a 3,5 év alatt. Tényleg egy új projekt fog kezdődni, de továbbra is pick-up szegmens. Jó az, amikor valami készül, egy műalkotás, egy jármű is egy műalkotás, dizájnelemekkel, dolgokkal, esztétikával, strapabírósággal, műszaki tartalommal, és engem mindig izgat ez az alkotásnak ez a része, ez a kreatív része. Azt gondolom, hogy ez a szép D22-es, ez kész van. Úgyhogy áll ide, Bercsi! I take these journeys, they tear my system down, tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying alone. Anxiety, it keeps me on the edge, close to jumping off this ledge. I sip herb to clear my head since you've been gone. These enemies, they tear my system down. Tried so hard to keep you. Ha megfelelő környezetbe kerültél az autóddal végre. Crazy by myself, crying alone. Spaced out, staring at the ceiling, talking to my demons. That's for a reason why I feel the way I feel. If I'm the one who cheated on my sex without no meaning, I like to keep a heart safe from my style beating. Now I try so hard to stay medicated so I don't have to face the wrong I've done. No, I take it. Hát ja, kéne egy rendes kocsi ide, az az igazság. So hard to keep you out.
myself crying alone. Jó kérdés, jó kérdés. Szép volt. Félelmetes volt? Ó, ez még ilyen népes is a voltam. De bugyborékol! So I don't have to face the wrong I've done to you. I take these anys, they make me anys, such as my system anys.